Szeretnék egy kérdést feltenni önöknek. Közvetlen jó hangulatú évadnyitóval mutatkozott be a fehérváriaknak még szeptember végén az új igazgató Szikora János. Szakmai elképzeléseit és a színház megújulását bizalommal teli várakozás előzi meg. Az évadnyitó mulatság is ezreket vonzott. Legalább 10 000 bérletet el tudtunk adni. Ezt mutatja az is, hogy már most mintegy 10 000 bérlet talált gazdára. A színház kedvelő közönség tehát bizalmat szavazott a teátrum megújult vezetésének és a szakmai programoknak. Amikor én erre a posztra kerültem, akkor azt ígértem, hogy én ezt a színházat visszaadom a fehérváriaknak, visszaadom a közönségnek, visszaadom a közönség azon részének, aki elpártolt ettől a színháztól. És most ez a közönség, vagy legalábbis ennek egy része eljött, bekopogott, és azt mondta, hogy itt vagyunk, hát akkor lássuk a medvét. A fehérváriak a megújulás mellett tették le a voksukat, és mindez visszaigazolja a közgyűlés döntésének szükségszerűségét, hangsúlyozta Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpalkovics András. Visszaigazolja az évadot, visszaigazolja. Egyébként én azt gondolom az évadnak azt a részét is, amit Quintus Konrád állított össze, és visszaigazolja azt, hogy Szikora úrban pedig a fehérváriak és a fehér megyeiek bíznak. Ez azért nagyon fontos, mert ez az intézmény, ezt hangsúlyoztuk mindig is, nem csak egy színház, hanem Fehérvár színháza, a megye színháza, a régió egyik legfontosabb kulturális intézménye, tehát nem mindegy, hogy ennek a falain belül mi történik. Nem csak a székesfehérváriak érzik magukénak a színházat, de a fehér megyeiek is. Sokan érdeklődnek és váltanak jegyet, illetve bérletet a környező településekről. Érezzük a bizalmat, a székesfehérváriak és a fehér megyeiek bizalmát, és köszönjük Józsa úrnak és csapatának, hogy már az elején olyan lendülettel kezdtek munkához, és olyan programot kínálnak, olyan darabokat kínálnak, amelyek reményeink szerint méltók lesznek erre a bizalomra. A jelenlegi bemutatók eddig osztatlan sikert arattak a látogatók körében. Az Orfeum kávézó igazi közösségi térré válik, novemberben pedig egy újabb premierre várják a látogatókat. A Bizánc című színmű kulisszatitkairól a Fehérvár Televízió is folyamatosan beszámol majd.